A labdázók bezáratása után levelet írtunk az ítéletet meghozó bíróságnak. Ma megérkezett a válasz, hogy mi szerepel indoklásukban. Azt is elmondjuk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Hamarosan érkeznek a helyi adókról szóló értesítők és csekkek. Újra e-összeírás, nem ebadó, hanem törvényi kötelezettség miatt kérik az adatokat. És újra lehet szavazni, ki legyen az év sportolója címnyertese. A Ceglédi Városi Televízió szerdai híradóját látják, jó estét kívánok! A labdázók bezárásával kapcsolatban megkerestük a másodfokú ítéletet meghozó fővárosi ítélőtáblát is, arról kérve információt, mi volt a feljelentés tárgya pontosan, és mire hivatkozva hozott a bezárásra vonatkozó döntést a bíró. Röviden összegezve a választ, az mondható-e véleményük szerint valóban sértik a pihenéshez való jogot a játszóhelyek, és csak akkor biztosítható a felperesek, vagyis a feljelentők alanyi joga, ha azokat le is bontják. A labdázók bezárásáról hozott ítéletet meghozó fővárosi ítélőtábla válaszolt kérdéseinkre. Leírták az előzményeket, mely szerint a felperesek a labdázók közelében laknak, és többször panaszt tettek már a városnak, hogy a labdázókban folyó tevékenységgel járó zaj zavarja őket a lakásuk nyugodt használatában és a pihenésükben. Emiatt bejelentést tettek az alapvető jogok országgyűlési biztosának is. Ennek lett eredménye, hogy az önkormányzat korlátozta a nyitvatartást, és az egyik labdázó esetében gondoskodott arról is, legyen zárva a hely nyitvatartási időn túl. A pert kezdeményező lakók azt kérték azonban, állapítsa meg a bíróság, hogy a labdázók miatti folyamatos zajjal a város birtokháborítást követett el a terhükre. Kérték annak a megállapítását is, hogy a város ezzel a magatartásával megsértette a testi épséghez, az egészséghez, a magánlakáshoz és a pihenéshez fűződő személyiségi jogaikat. Azt is kérték, hogy a bíróság kötelezze a várost a jogsértés abbahagyására és a labdázókat körbevevő fémrács elbontására. Az önkormányzat ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, védekezésében arra hivatkozott, hogy törvényben előírt kötelezettsége elősegíteni az állampolgárok egészséges életmódhoz, testedzéshez, sportoláshoz való jogának az érvényesülését, és ezen jogok érvényesülésének az elősegítése érdekében lehetőséget kell biztosítania az állampolgárok számára a sportoláshoz és a testedzéshez. Álláspontja szerint jelentősebb közérdek fűződik ahhoz, hogy nagy számú helyi lakos biztonságos körülmények között tudjon szabad levegőn sportolni, mint ahhoz a magánérdekhez, hogy a felperesek minden zavarástól mentesen használhassák a lakásukat. Az elsőfokú bíróság elutasította a felperesek, vagyis a lakók keresetét. A fővárosi ítélőtábla azonban hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság ítéletét, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozathozatalára utasította. A megismételt eljárásban hozott kiegészített ítélet megállapította, hogy a város birtokháborítást követett el a felperesek sérelmére, és megsértette a pihenéshez és a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő jogukat. Kötelezte az önkormányzatot a jogsértés abbahagyására, eltiltotta a további jogsértéstől, és arra kötelezte, hogy saját költségén bontsa el a labdázókat. Ekkor még utalt a terület parkosításának a lehetőségére is. Az indoklásban úgy fogalmaznak, a perben kirendelt igazságügyi akusztikai szakértő szakvéleménye szerint a labdázókból származó zaj szükségtelenül zavaró mértéke semmilyen módon nem küszöbölhető ki, így nem szüntethető meg a felperesekre sérelmes helyzet. Úgy foglalta állást, hogy a felperesek szükségtelen zavarástól mentes lakáshasználata, valamint a pihenéshez és a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő jogának érvényesülése csak úgy garantálható, ha az alperes elbontja a labdázókat. Az ítélet ellen a felperesek és az alperes is fellebbezést nyújtott be. A lakók azért, hogy csökkenjen a bontás teljesítésének határideje, a város pedig fenntartotta az elsőfokú eljárásban szereplő érveit. Az önkormányzat különösen sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság nem mérlegelte, hogy milyen érdek fűződik az állampolgárok egészséges életmódhoz, testedzéshez és sportoláshoz való jogának érvényesüléséhez, a felperesek zavartalan lakáshasználathoz fűződő jogainak érvényesülésével szemben. A fővárosi ítélőtábla a február 21-én tartott tárgyaláson meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság rendelkezéseit azzal a pontosítással hagyta helyben, hogy a lebontásra kötelezés kapcsán mellőzte a terület parkosításának lehetőségére való utalást.
A fővárosi ítélőtábla fenntartotta azt a korábbi álláspontját, hogy az egészségügyi határértéket meghaladó zajhatás a zaj egészségre veszélyes mértéke miatt olyan szükségtelen zavarásnak minősül, amelytől a PTK 100-as paragrafusa értelmében mindenkinek tartózkodnia kell, és amelynek a tűrésére a felperesek még időlegesen vagy alkalmanként sem kötelesek az év semmelyik szakaszában, semmelyik napszakban. A szükségtelen zavarástól való tartózkodás kötelezettsége mindenkire kiterjedő abszolút tilalmat jelent. Mindenki számára tilos, a mást szükségtelenül zavaró tevékenység. Ebből a tilalomból alanyi jog is származik, mindenkinek alanyi joga van a szükségtelen zavarástól mentes életvitelhez. Az egészséges életmódhoz, a testedzéshez és a sportoláshoz való jogát senki sem gyakorolhatja mások szükségtelen zavarásával. Az állampolgárok e jogaik gyakorlása során is kötelesek tartózkodni mások szükségtelen zavarásától. Ebből az következik, hogy a felperesek még mások egészséges életmódhoz, testedzéshez és sportoláshoz való jogának érvényesülése érdekében sem kötelesek tűrni az egészségügyi határértéket túllépő zajhatásban megnyilvánuló szükségtelen zavarást, áll az indoklásban. Erre figyelemmel a város is csak úgy tehet eleget az egészséges életmód, a testedzés és a sportolás elősegítésére irányuló törvényi kötelezettségének, hogy az ne járjon mások szükségtelen zavarásával. A PTK 100-as paragrafusának alkalmazása során az érdekek egybevetésének és mérlegelésének a célja annak a meghatározása, hogy a zavaró hatás milyen erősség vagy gyakoriság mellett nem tekinthető szükségtelennek, annak elviselése, tűrése, milyen erősség eléréséig, illetve milyen gyakorisággal várható el más személyektől úgy, hogy közben nem más személyek jogai és jogos érdekei ne csorbuljanak. Az érdekek egybevetésének és mérlegelésének azonban nincs helye akkor, ha egyértelműen megállapítható, hogy a zavaró hatás szükségtelen, és nincs lehetőség a zavarás megszüntetésére, kiküszöbölésére. Ez a helyzet abban az esetben, ha a zavaró zajhatás meghaladja az egészségügyi határértéket, és nincs olyan műszaki lehetőség, amellyel a zaj határérték alá csökkenthető. Ezért a perben nem kellett egybevetni és mérlegelni, hogy milyen jelentőségű érdek fűződik a felperesek zavartalan lakás használatához. Mások egészséges életmódhoz, testedzéshez és sportoláshoz fűződő jogának érvényesülésével szemben. Az egészségügyi határértéket túllépő zajhatásban megnyilvánuló szükségtelen zavarás birtokháborítást valósít meg, és sérti a felperesek, vagyis a lakók törvényben nem nevesített pihenéshez, valamint védett magánlakáshoz fűződő személyiségi jogait. Mivel az elsőfokú eljárásban beszerzett szakvélemény szerint nincs olyan műszaki megoldás, amellyel a felpereseket szükségtelenül zavaró zaj mértéke olyan értékre lenne csökkenthető, amely érték mellett a zaj zavaró hatása a felperesek lakásában az egészségügyi határértéket nem éri el, a felperesek zavartalan lakáshasználathoz, magánlakáshoz és pihenéshez fűződő jogainak érvényesülése csak a zaj forrásának a megszüntetésével érhető el. A fővárosi ítélőtábla egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy a jövőben csak úgy garantálható a felperesek jogainak érvényesülése, ha az alperes elbontja a labdázókat. Hamarosan érkeznek a helyi adókról szóló értesítők és csekkek. A magánszemélyek postai úton, a cégek pedig elektronikus tárhelyükre kapják az első féléves befizetési kötelezettséget. A kommunális, iparűzési és építményadókat március 16-áig kell rendezni az önkormányzat felé. A helyi adók tekintetében két fontos dátum van minden évben. Az egyik március 15-e. Eddig az időpontig kell a magánszemélyeknek és a cégeknek rendezni az első féléves befizetéseket a kommunális, az iparűzési és az építményadó vonatkozásában. Miután március 15-e munkaszüneti nap, így a befizetési határidő március 16-a lesz. Az adóegyenlegértesítőket és a QR kóddal ellátott csekkeket hamarosan postázza az önkormányzat a magánszemélyeknek, de lehetőség van elektronikus befizetésre is. Aki rendelkezik ügyfélkapus elérhetőség, az e-önkormányzat portálon ő bármikor megtekintheti egyenlegét, és akár a befizetéseket is itt tudja teljesíteni. Fontos azt megemlíteni, hogy az értesítők a napokban fognak csak elkészülni, sajnos így a szakrendszerünk fejlesztése miatt elhúzódtak bizonyos folyamatok, így ezeket meg kellett várni, és ez alapján tudjuk majd elkészíteni. Igyekszünk és kérjük a lakosság türelmét.
Az adóértesítő tehát néhány nap múlva mindenki postaládájában ott lesz, a vállalkozások pedig elektronikus tárhelyükre kapják a befizetési kötelezettséget. Aki késik és március 16-a után rendezi az adót vagy adókat, a késedelmes fizetés miatt szankciókra számíthat. Szerencsére nem sok ilyen eset van, mondta az adócsoport vezetője. A ceglédiek fegyelmezetten pontosan fizetik be a helyi adókat. Az előző évhez képest növekedés mutatkozik annak arányában, hogy időben történnek a befizetések. Ezáltal nyilván a végrehajtásokban már ugye nincs annyi munkánk, de nyilvánvalóan így is vannak elmaradások. De azt kell mondani, hogy Cegléd lakossága az adók befizetése tekintetében követik a jó példát. Mádi Csaba kérdésünkre elmondta, akinél bármilyen az adóbefizetést érintő adatváltozás lép fel, személyesen jelentkezzen az adócsoportnál, csütörtök kivételével minden nap fogadják az ügyfeleket. Újra ebösszeírás kezdődött Cegrédváros önkormányzatához március 31-ig lehet benyújtani a nyomtatványokat. Az ebösszeírásra az önkormányzatokat törvény kötelezi az esetleges járványok megelőzése miatt, és nem az a célja, hogy ebadót vezessenek be. Hívják fel a figyelmet az ebösszeírásról kiadott közleményben. Cegrédváros önkormányzata március 1-e és 31-e között ismételten ebösszeírást tart. Az ebösszeírás célja az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírásainak betartása, a településen tartott ebek nyilvántartása, valamint az esetleges járványok megelőzése. A 2023-as évi ebösszeírás során kérik a Cegléd közigazgatási területén tartott 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az ebösszeíró adatlapot töltsék ki és juttassák el a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz március 31-éig. Az adatlap letölthető a város honlapjáról cegled.asp.igov.hu, illetve személyesen is átvehető a hivatal portáján. Az ebösszeíró adatlapot kutyánként külön-külön kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat postai úton a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2701 Cegléd Posta Fiók 85 címre lehet visszaküldeni, vagy a Városháza Kossuth-Ferenc utca bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába is be lehet dobni. De ügyfélkapus bejelentkezéssel is ki lehet tölteni az adatlapot. A tájékoztató kiemeli, az önkormányzat továbbra sem vezet be ebadót. Közösségi érdek azonban, hogy tekintettel legyünk házi kedvenceink, és a környező lakóközösségek igényeire is teljesítsük a kötelező adatszolgáltatást. A közleményben arra is felhívják az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb alapösszege az állatvédelmi bírságról szóló törvényben foglaltak alapján 15 000 forint. Ceglédi orvosokra is lehet szavazni, hogy elnyerhessék a Szent Györgyi Albert díjat. Az elismerést évről évre olyan doktorok kapják, akik megmentették betegük életét, vagy a mindennapi orvosi munkájuk során olyan rendkívüli odaadással és szakmai igényességgel praktizálnak, ami példamutató. Rövid híreink következnek. A Szent Györgyi Albert Orvosi Díj.hu oldalon található az az online felület, ahol bárki leadhatja szavazatát kedvenc orvosára, ha a jelöltek közt van. A listára csak olyan orvosok neve került fel, akik elfogadták a jelölést. Számos ceglédi orvos vállalta is a megmérettetést. A díjra olyan szakembereket jelöltek, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy a mindennapi orvosi munkájuk során rendkívüli elhivatottsággal, odaadással, tudományos igényességgel és humanitáriánus szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon. Szavazni március 20-áig lehet. Az pedig, hogy ki lesz az elismerés, április 12-én derül majd ki. Már csak március végéig van lehetőség igényelni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság készülésére programja által biztosított 40 000 forintos támogatást. Ezt azok vehetik igénybe, akik új, legalább 4G képes telefon vásárlása mellett döntenek, és leadják régi 3 vagy 2G-s készüléküket. A támogatással céljuk, hogy hozzájáruljanak a 3G zökkenőmentes kivezetéséhez, és a felhasználók továbbra is zavartalanul élvezhessék a mobil internet nyújtotta előnyöket. Egyes szolgáltatók már meg is szüntették a 3G-t, a többi pedig fokozatosan teszi ugyanezt. Már több mint 50 000 elavult telefont cseréltek le a program keretén belül, aki pedig még szeretne élni a lehetőséggel, március 31-ig még megteheti. A vízfogyasztás népszerűsítéséért indított kampányt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet.
Harmadik alkalommal hirdették meg az Aqua Challenge-et, melynek célja a rendszeres és bőséges vízfogyasztás népszerűsítése. Az elegendő mennyiségű vízbevitel nem pusztán az izmok és a szív működéséhez, a szellemi és fizikai teljesítőképesség fenntartásához is hozzájárul. A kezdeményezéshez a kampány során bármikor, bármennyi időre lehet csatlakozni. Akár már egy hónap teljesítése is elegendő lehet arra, hogy a vízfogyasztás kedvező élettani hatásait megtapasztaljuk magunkon. Idén újra a szavazók döntetik el, ki veheti majd át a 2022 legnépszerűbb sportolója díjat. Az elismerést minden évben a Ceglédi Sportgálán adják át. Szavazni március 5-én este 8 óráig lehet a ceglédisport.hu oldalon. Idén újra szavazhatnak a ceglédiek arról, ki a tavalyi év legnépszerűbb sportolója. A szavazás ezúttal is online zajlik, amihez Facebook profil szükséges. A ceglédisport.hu oldalon mindenki egyszer adhatja le voksát. Ez alkalommal 16 jelölt van versenyben, közülük kerül majd ki 2022 legnépszerűbb sportolója díjnyertese, amit a győztes a március 24-i sportgálán vehet majd át. A szavazás március 5, azaz vasárnap este 8 órakor zárul, addig támogathatják kedvenc sportolójukat egy szavazattal. Újra lesz filmfesztivál, a mozi és a ceglédi televízió idén is meghirdette a versenyt, melyre 25 percnél nem hosszabb kisjátékfilmmel, animációval vagy akár dokumentumfilmmel is lehet nevezni. Az pedig, hogy melyik alkotások nyerik el leginkább a zsűri tetszését, május 20-án a filmfesztiválon derül majd ki. A filmkultúra népszerűsítése és a filmkészítés ösztönzése céljából idén is meghirdette a Ceglédi Televízió és a George Pál Filmszínház az évről évre egyre népszerűbb Ceglédi Filmfesztivált. Így már 7. alkalommal várják a lelkes és tehetséges filmkészítők nevezését. Ezúttal is gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában indulhatnak a jelentkezők. Nevezni nem csak egy, de akár több 25 percnél nem hosszabb filmmel is lehet. A téma nincs meghatározva, így bármiről szólhat az alkotás, amely lehet kis játékfilm, animáció, de akár dokumentumfilm is. A szervezők május 6-ig várják a kész műveket. Az eredményhirdetés május 20-án a filmfesztiválon lesz. Akkor hirdetik ki a kategóriák nyerteseit, illetve a közönség ingyenesen meg is nézheti a filmeket. A jelentkezés szabályairól és részleteiről bővebb információt találhatnak a Ceglédi Filmfesztivál Facebook oldalán. A híradó után is maradjanak velünk, hiszen kezdődik Fogadóra című magazinunk, melynek vendége a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője László Ágnes lesz. Majd a háttér következik, benne két témával: helyi adók és a tűzoltóság elmúlt időszakának feladatai. Hosszabbítás című magazinunk is jelentkezik, melynek témája most az asztali tenisz lesz. Friss hírekkel pedig természetesen holnap is várjuk Önöket, számítok a figyelmükre, viszontlátásra!